egyről szétmentünk, úgyhogy ennyi van. Szevasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt az Őrült Játszma, a Kreator TV legújabb műsora. Kosárra fogunk dobálni, meg persze szivatni a játékosainkat. Itt van velem edzőben Balázs, aki egy-két technikát fog nekik mutatni, tehát én remélem, hogy jó, sokat fogom szivatni a fiúkat, ugyanis nagyon közel állnak a szívemhez. Itt van velünk a Valmar Duo! Srácok! Bruno és Spak, akik szintén kosarazni fognak. Cső! Cső! Szóval hopp, hogy érgeti őket már, figyeled? Aha, figyeled. Na, megvan már itt a rivalizáció. Aha, nincs itt komoly. Nem mehetünk rá. Tesó. Na hát azon fiúk, hogy most itt a mai versenyben ti tulajdonképpen riválisok lesztek. Én tudom, hogy az életben jobban vagytok, de hogy itt tényleg egymás ellen fogtok küzdeni. Hogy érzitek magatokat? A Maris látom, hogy kicsit rosszul van, de hogy amúgy, hogy álltok a kosárlabdához, Peti? Én nekem alapvetően minden egyes labdajátéka jól viszonyom. Még általános suliba kosarazgattunk. De egyébként sose kosarazom. Nem a télen a srácokkal, tudod, nem? Lehetünk kicsit dobálni. Jó, köszönjük, Milán. Hát tőlem messze áll, mint dobos tortától a verő igazából. Sok minden sportoltam, többek közt ezt is, de nagyon rövid ideig. Srácok, te focisztál. Igen, és az utóbbi időben az NBA 2K-re rápörögtem, szóval egy pár dolgot ellestem. A Laci ugye a kosaras közülünk, szóval örülök, hogy kosaraz jöttünk és nem focizni, mert focizni nekem kéne a terhet cipelni, viszont a Spák az elintézi, nem? Hát lenne rajtam teher, hogyha nem a Walmart lenne az ellenfél, mert így csak nekik lesz. Öcskös, 4-4-et láttad az elején. De várj, mennyit kosaraztál? Hány évet? 5 évet, 4 vagy 5 évet. Mondjuk akkor azért tudsz szerintem. Na jó! Tehát nagy lejjebb, de lehet csak 3 volt az utánfotlásban. Srácok, bemutatom egyébként Balást, akinek most át is foglak adni titeket, ugyanis egy bemelegítéssel fogunk kezdeni, meg ne húzódjatok, ne legyen semmi baj, úgyhogy Balázs, így van. Bácsi, kied a pálya. Régi tesi órás lesz egy kicsikét a feeling. Az lesz a feladat, hogy megfogod a társadnak a lábát, és talicskába szépen elmész a vonalig, és visszatolatsz, aztán csere. Meddig kell menni, uram? Ott a szaggatott vonalig. Ne riszáld a segget, tesó, kézből oldjuk meg! Lel, ez így zavar? Csak kérdezem. Nem zavar, ugye? Nem zavar. 10-et nyomjatok, jó? 10 ismétlés. 6. Legugoltok, és ahogy leugoltok, felugrásban kicsit jöttök oldalra. Nagyon fordul, nagyon fordul! Nagyon fordul! Más király, más király! Yeah! Ez az Őrült Játszma! Na, az első dobással tudunk kezdeni, az első játékunk lesz. Annyi a lényeg, hogy oda kell majd menni a sárga vonalhoz, csak egy helyből dobhattok, egyet. Itt van egy pár sárga vonal, az a hátsó sárga vonal, az a fiúké. Először mondjuk Brunoék esetében te dobsz, utána majd Milánék, utána Laci, Peti. Tehát, hogy egyet-egyet mindenki tud dobni. Nyilván az a lényeg, hogy bemenjen, mert hogyha nem megy be, akkor sajnos szivatást fogtok kapni. Én azt hallottam, hogy itt egy T betűt kell formáznom a kezemmel. Olyasmi lesz, így van, könyökér ezt jól vidd alá, és lábat tedd bele, és csukló a végén eresz ki. Na figyelj, nagyon megfontolt Bruno, és... Amúgy az szép volt, majdnem ott volt, oké? Okay? Peti dob először, M. Rich, művész nevén M. Richie. Hogy jönnem, börtönben majd. Azaz, nagyon jó! Az benne van. Megfontolt! És ott van egy pont, gyerekek! Ott van egy pont! Mit mondtam, gyerekek? Azért szerettek még, nem? Ki? Ja, ki csinál? Gyere, kicsi. Lacikánkon a világ szeme, hogyha felkészültél, akkor tiéd a következő dobás. Hoppa, és Laci eldobja! Majdnem ott volt! Oké, okay. Milán, eddig már Brunoék biztos, hogy szivatást kapnak, de nézzük meg Milánt, hogy még egy pontot szereze. De nem. Gyerekek, kicsi, megyünk tovább. Az a helyzet, ti szivatjátok meg őket, húzzatok egyet nekik. Én húzom, én dobtam be. Mindenki ennyi, húzzad, amelyik szimpatikus. Kicsikét tőle, ahogy szoktuk. Ez hülye. Oké, okay. Olvasd fel, kérlek hangosan. Az kis kifli, nagy kifli, kiflivel bújjatok össze, és mondd el a legnagyobb félelmet az ellenfelednek. Te vagy a nagy kifli. Ezt lehozzuk rutinból, tesó. De rendesen. De tesó, ez fordítva azért illebb. Nem? Vagy nem tudom, hogy ismerek titeket, inkább a Spak bújnál. Mondjad már, ennél félem, mert nem nagyon félek semmitől. De mondd már valamit. Fú, de most nagyon jó, hogy kicsit gondolkodok már. De miért tolod be? Húzz nála, drágom, te kis meleg. Álljál, tesó. Hát a legnagyobb félelmem most jelen lesz szerint az, hogy az autóban sem meghalunk egyébként, tehát személyünk koncertre, tudod. Na, azt mondjuk para. Ez lehozó volt. Nem, abban sem vagyunk. De ti azt kérték, de őszinte volt, Bruno, gyerekek, nagy taps. Olyan, nem játszok.
Kacok. A második körben szintén azért csapatban fogtok dolgozni. Az a lényeg, hogy innen a körből kell dobnotok, 30 másodpercetek lesz, hogy bedobjátok minimum egyszer. Hát nyilván jobb, hogyha többször dobjátok be, de hogy egész nyugodtan, hogyha elpattan a labda, odafutsz érte, visszafutsz, megint dobsz, megint vissza, értitek, ez a lényeg. És egyszer te dobsz, egyszer a Milán, egyszer te, egyszer a Milán, amennyi belefér 30 másodpercben. És akinek több pontja lesz, az nyer, nem? És akinek több pontja lesz, az nyer, így van. 3, 2, 1, indult az óra! Jó, eddig egy se, visszafutsz, ne, Bruno, te jössz, nem jó így, nem jó így, neked kell, ez az. Gyere. Egy. Oké, Edi, nulla, operatőrünk időlt. Volt egy ott? Egy volt itt, igen. Igen, egy se. 14 másodperc. Oké, vissza, Laci próbálkozik, 10 másodperc. Ah, ott is van egy-egy, nagyon egy, jó. Egy. Oké. 4 másodperc, utolsó dolog. 4 másodperc, 3, 2, 1. Majdnem. Oké, ez már időn kívül van. Idő. Egy-egy. Srácok, az eredmény egy-egy, tehát döntetlen. Úgyhogy ebben az esetben ezt nem mondtam még, de az van, hogy mind a két csapat kap szivatást. Oké, Milán 20, nagyon jó, Milán már kiúszta. Oké, köszönjük. Tojás a gatyába, a játékod két, fiúk esetén 4 tojás a nadrágodba. Kell folytatnod? Manuál hívása. Hív fel Manuelt és mondd el neki komolyan, hogy abba hagyjátok a zenét. Oké, melyikkel kezdik szerintem ezzel? Mondd azt, hogy a Peti eljött nélküled ide. A Peti eljött nélküled ide. Ott hagyod téged. Ne, azt nem mondd, a szar! Mondja, azt inkább visszamegy DJ-zni, mert hogy... Visszamegy DJ-zni, és ezt valakivel meg akarja most beszélni, és te vagy, szóval így... Kikérd a véleményed, igen, és most el is jöttél otthonról. Csá, tesó, figyelj, tudunk beszélni egy kicsit most? Persze. Ráérsz? Hát, ja, beteg vagyok, de ráérek amúgy. Nem mondja senkinek, amit mondasz. Hallod, de nem mondd senkinek, amit most akarok mondani, jó? Nem mondom, tesó, nem mondom. Na, igazából nem tudtam, igazából valakit fel kellett hívjak, mert nem tudtam, kit hívjak fel ezzel kapcsolatban. De képzeld el most, amúgy... Hát, nézőpont, kérdésed aztán, amúgy igen. Szóval azt történt tesó, hogy rohadtul összevesztünk most a Maricsal, de egy nagyon parán. Tehát úgy, hogy egymást ütöttük, amúgy vágod. De hogy annó is volt ilyen, tudod? De most amúgy még egyszer megtörtént, és tesó, úgy összekaptunk, hogy azt mondta Peti, hogy nem akar már velem többet dugolbanni, és hogy hagyjuk ezt az egész. Ja, és amúgy az a baj, hogy nekem már régóta hiányzik a DJ-zés. Hát, te soha lehet visszamegyek, vissza akarok menni. És de amúgy mit van? Fogsz elérni a DJ-zéssel? De soha, nem tudom, most egyről szétmentünk, úgyhogy ennyi van. Na jó, de soha majd... Most vesz föl, beülök hozzá. Csá, te soha. Hallod? Te jobb színész vagy, mint a Mari! Ezt nem mond még egyszer hasznosba, ezt nem mond hasznosba! Te rohadt csicska, te! Szépen lett teljesítve, ez pedig... Hagyja meg, ez pedig a tojásokat kérjük, tegyétek be, és úgy folytatjátok a következő kört. Anyád, de hideg, hülye vagy! Te nem a Harry-t aláraktad? Veleg a pitek! Tesó, nem már! Szép! Mind a kettő! Azt én regényt írt a Manuel! Na, azt olvasd fel! Tesó, ne csináljátok már ezt, ketten működtök és közös számaitok vannak. Oké, elmész DJ-zni, biztos élvezned is, de sokkal több van a Walmartban, meg annál, hogy szétmenjetek. Marics is gondol, hogy egyedül el fogják hívni Walmart dalokat előadni? Csak azért nem aggódok most ezért. Mert ilyenek előfordulnak egy olyan hosszú barátságban, pláne ha együtt is laktok. Én is veregettem már össze a baráttal, tesó! Következő feladat neve a hirtelen halál. Mindkettőtöknek be kell dobni csapatonként. Értem ezt az egészet, és amelyik csapat először bedobja, tehát mindketten bedobtátok, az fog nyerni. Úgyhogy itt nagyon kell koncentrálni, onnan a 6 méterestől kell dobálni, és ameddig az egyik csapattárs dob, addig a másik akár várhatja itt a labdát, visszafut, utána ő, tehát hogy ez is megint ilyen ide-oda játék lesz. És egymás után az a lényeg, hogy mind a kettőtöknek, igen. Addig megy, míg mind a kettemben nem dobjátok, igen. Ti figyeltek amúgy, vagy csak sugdolóztok? Hozzátenném, hogy lehet szivatni a másikat, tehát el lehet a labdát előlük, kiszedni előlük, hogy ne haladjanak, érted? Itt most olyan szedések lesznek, tesók. Tehát, te rohad és ide nem jössz! Ide nem jössz. Nem jövök? Nem. Kacok! Haló! 3, 2, 1, mehet!
Laci. Oké, okay. Eddig egy, te is figyeled, jó, én figyelem az övéket, te figyelj az övéket. Lacinak egybe ment! Laciéknak egybe ment! Majdnem bement a másik, azt a mindenség. Gyere, világ! Laci, Laci, Laci! Laciéknak egybe ment! Hey! Laciéknak egybe ment! Eddig a Valmannak még egy sem ment be, oké. Okay. Megjelentünk! Csak a családnak! A sima! De nem egymás után kell a kettőt? Hát neved ott a Laci, meg én is, te sokám! Skacok, itt vannak a kártyák. Szerintem választjátok ki, hogy a Milánnak és a Petinek melyiket akarjátok adni. Meg vagyunk. Meg vagytok? Meg vagyunk. Akkor menjetek oda, kérlek. Kérlek, Peti, olvasd fel hangosan, jó? Döntsétek el, hogy ki kezd amúgy. Én a Milo-t, mert az izgalmasabb a Milo. A rossz szádat! Te csicska! Váratlan sokkolás. Az ellenfeled a játék során kétszer sokkolhat téged váratlanul. Ebből egyet már lőtt. Igen, mert az tényleg váratlan volt. Oké, okay. Ahol a második? Bruno. A második? Milo. Na, a második. A legrosszabb hívás. Anyukát hív fel és mondd neki, hogy valaki terhesett tőled. Szavasz, fater. Tudunk most beszélni? Kicsit? Mondjad. Na, anya ott van? Vagy anyát nem értem el? Mert anyádat gyúrják. Ja. Kütörtökünkként van a gyúra. Értem. Akkor igazából csak azért jutalak, mert van egy kis baj, mármint nem tudom mennyire baj, de hogy most voltunk 3 hete Debrecenbe fellépni, és hát ott volt egy csaj, akivel együtt aludtunk, meg kavartunk, és most felhívott, hogy terhes, és lehet, hogy tőlem. Úgyhogy ez most így nagyon szét vagyok emiatt, nem tudom, mit mondjak hirtelen. Hát hülye vagy. Ezt be lehet bizonyítani, még egyéb nem tudom. Tehát ez most igaz vagy nem igaz? Hát elvileg terhes a csaj, de hát azt mondja, hogy csak velem feküdt le így utóbbi időben, a hónapban, és hogy pozitív lett a terhességi teszt. És elküldte nekem. Van már gyerek amúgy a csajnak, 18 éves korában csinált egyet. Lőjük már, lőjük már. Na, igazából, jaj, csak poénkodtunk. Ahúgy, megörült, megörült. Ügyes vagy, rendes munkát kellett volna választani, Milán. Jó, akkor jó van. Jó, én ezt tudom, hogy szarnak sem. Szépen teljesítette, Milán, bravo! Van egy utolsó mindent eldöntő játékunk, mivel 2-2 az állás, ezért streetball lesz. Az azt jelenti, mintha az utcán lennétek kint, tényleg egy kosárpályán. Az a szabály, hogy? Nincsen szabály, bármit lehet. Szóval maradjon el, de sokkoló szerintem. Így van. Annyi lesz, hogy én dobom fel a labdát valakinek, el kell ütnie. Igen. És a, bocsánat, és a baloldali palánkot választjuk ki, tehát arra játszunk. 3, 2, 1. Laci és Bruno győzött. Nagyon komoly küzdelem volt, de most komolyan, amit tényleg ügyesek voltatok ti is, de az van, hogy elhúztak a Brunoék, viszont a szivatások nekem nagyon tetszettek. Milán szerintem valami színész iskolába, be kéne lehet színészkedni, meg tényleg valami barátok közt szerepette megérdemelni. Azt! Nem tudtam eltörni! Azt akarom! Erre nem számítom! Még rajtam se törtem! Kedves nézőink, sajnos a kupát nem tudom átadni, mert itt az óvodába elszabadult a pokol. Na, de gyerekek, ti vagytok a győztesek, gratula! Nagy tetsz! Jó, hogy mindkettő zöjjény! Tök jó! Gyere, egyet kiálltak, esküszöm! Élek a barátok! Élek a barátok! Köszönjük, hogy néztetek minket! Ez volt a Kreator TV, az őrült játszma, Valmar, Bruno, Spak ellen. Jövünk a következő részekkel. Szevasztok! Yeah! A gyűrűk urai, igazából királyok. Ha vesztesz, én mondom, te csinálod. Túl a palánkon, kinek lejt a pálya? Ez az őrült játszma. Köszönjük szépen, hogy néztetek! Legközelebb találkozunk! Legközelebb! Addig de még egyszer gyorsan! Legközelebb, srácok! Találkozunk! Bye!